Köszönjük, Úr Jézus, hogy amikor Te belépsz az életünkben, akkor lehet összhang veled. És köszönjük, hogy amikor Te belépsz az életünkbe, onnantól elkezdődik egy harmónia. Hallhattuk most az énekből is, hogy milyen harmónia árad ki a Te gyermekeid tüdejéből, életéből, szívéből. Add Istenem, hogy egyre többen lehessünk azok közül, akik élete némán is hirdeti a Te örömödet, azt az újjászülő kegyelmedet, amelyben Te részesíteni akarod ezt a világot. Az elveszett embert ki akarod menteni, mert neked úgy kell az ember, ahogy van. Bűnnel terhelten, kételyek között, reményvesztetten, mert Te adsz reményteljes jövőt azoknak, akik belesimulnak a Te szent tenyeredbe. Add Istenem, hogy ma ezen az estén is hozzunk sokan döntést melletted. Voltak, akik már régóta veled járnak, aztán elfáradtak ezen az úton, újítsd meg őket, Urunk. Akik pedig nem jártak még eddig veled, add Istenem, hogy mától új éneket zengjen az ő életük. Nagy segítségünkre legyél, Urunk, ma este. Te nyisd meg a fülünket, a szívünket, hogy a Te szent igéd jó talajba hújjék. Így áldj meg bennünket egyen-egyenként, nagy neved dicsőségére, nagy nevedért. Amen. Szeretettel köszöntöm egy gyönyörű falu lakóit, meg a környékből, Bajáról érkezett testvéreket. Régóta hallottam erről a faluról, de most vagyok itt először. Van egy nagyon kedves barátom, most már azt lehet mondani, hogy barátom 8 éve, ennek a falunak szülöttje, Vég Tamás, talán sokan ismerik. Nem ennek a falunak a szülöttje? Mindegy, de itt szabadszállás, itt tudom, tényleg valóban, de azért volt valami köze Érsek Csanáthoz, ugye? Sok köze volt. No, tehát sokat hallottam tőle is erről a faluról, és a mi életünk szervesen összekapcsolódik Isten eme szolgájának a szolgálatával, hisz nagyon fiatalon nagy politikai karrierre tettem szert, 27 évesen megválasztottak a Magyar Országgyűlés képviselőjévé, és én úgy gondoltam, hogy hát én milyen sikeres gyerek vagyok, egy falusi gyerekként nőttem föl, és hogy milyen nagy méltóságra méltóztatott engem az Isten, és hogy engem mennyire szeret az Isten. Aztán, amikor már megtértem, akkor jöttem rá, hogy nem az a kérdés az ember életében, hogy mennyire szereti őt az Isten, mert nem ez a kérdés, mert nem kérdés, hogy az Isten mennyire szeret bennünket, és az egyszülött fiát adta értünk, mindannyiunkért meghalt Jézus, hanem az a kérdés, hogy te meg én mennyire szeretjük őt. És én ebbe belekényelmesedtem, hogy engem mennyire szeret az Isten, és sodort engem a politika áramlata. Fújt a szél jobbra, mentem amerre. Láttam, aztán egyszer csak elkezdődtek az én politikai karrieremben ilyen kis repedések történni, amikor már olyan dolgot akartak rám kényszeríteni, amit az én világi elmém se vedd be, meg a gyomrom se vedd be, és katolikusnak keresztelt emberként eljárogattam a katolikus templomba, Bosnyák térre. És amikor kifele jöttem a templomba, úgy éreztem, hogy a gyontató fülke mindig be akar szippantani. De hát én ellenálltam, utána rájöttem már miért később, azért álltam ellen, mert nem mertem szembenézni önmagammal. Nem mertem szembesülni azzal a tékozó fiú élettel, amiben az én részem volt. Isten hívott engem már a politikába, a parlamentbe, és sokan azt mondják, hát a parlamentben nincs ott Isten. De ott van. Csak nem veszünk róla tudomást. Ott van Isten mindenütt. Ahol segítségül hívják, ott különösen. Ahol nem, ott meg külső szemlélő. És ott volt a parlamentben is, és zörgetett az én szívem ajtaján, de hát én jobban tudtam. Akkor még úgy gondoltam, hogy én nyalom csúcsosra a piramist. Azóta rájöttem, hogy hát ez nem teljesen így van. Úgyhogy, de kellett egy kis nyomorúság, mert amikor a gyontatófülke hívott, akkor én továbbálltam, mentem az én saját utamon, és tudjátok, ha még nem, akkor jó, hogyha tudjátok, hogy akit Isten hív, és nem adja meg magát, annak törvényszerű az életében a moslékos vájú. Igen. Hogy a moslékos vájú az azt jelenti a mai társadalom életében, hogy Isten nem mondott le rólunk. Csak azt, amit mi építünk, azt, amit mi főzünk, nekünk kell megenni, meg amit építünk, nekünk kell benne lakni. Úgyhogy az én életem is így élt, hogy építettem magamnak egy álomvilágot, és ebbe úgy beleképzeltem magam, aztán nem ez lett. És akkor összetört minden.
Kikerültem a parlamentből, pedig már 7 éves koromban, mikor tanítónéni megkérdezte az iskolába az osztálytársakat, hogy ki mi szeretne lenni, akkor Molnár Robik azt mondta, az elnöki tanács elnöke. Hát amikor véget ért az én politikai karrierem, és 4 év múlva megszűnt az országgyűlési képviselőségem, és Isten azt mondta, nincs itt elnöki tanács elnöksége, meg köztársaságem, mész haza a szülőfaludba. Hát vonyítottam, mint a kutya. Mert sokszor van úgy az életünkben, hogy mi eltervezünk egy utat, kedves barátaim, aztán amikor nem az lesz, akkor összedől a világ bennünk. És azt kérdezzük Istentől, hogy hát miért? Hát miért kapom? Ha van Isten, miért engedi ezt? Kedves barátaim, az nem kérdés, hogy van-e Isten. Az a kérdés, hogy te engedelmes vagy-e neki. Kulcskérdés. De amikor a moslékos vájúnál elgondolkodunk az életünk felől, hogy mit építettünk magunknak, és hova jutott a mi életünk, akkor az a moslékos vájú elgondolkodtat. Úgy, ahogy a tékozó fiú is elgondolkodott az élete felől. És ugyanez volt az én életemben is. Nekem rengeteg barátom volt, kormánytag, ellenzéki, üzletember, mindenki. Ott adták egymásnak a kilincset, hogy intézem el azt, és amikor véget ért a politikai karrierem, és munkanélkül lettem, nem csak én, hanem a feleségem is, óriási nyomor, mert több százezer forintos tiszteletdíj után 25 ezer forintból éltünk havonta. Hát az éltünk, azt idézőjelbe teszem. És az én kemény szívem megtöretéshez még ez se volt elég. Még háborogtam, szittam az Istent. Beültem a kisfalom katolikus templomába, és mutattam neki, hogy mit tettem érted. Istenem, ott a vörös szőnyeg. Parlamentből se lejteztük le. Beszabadtam. Hamarabb volt a kübekházi katolikus templomnak díszvilágítása, mint a szegedi dómnak. Vezeklésként, mert úgy gondolkodtam, sokan így gondolkodtak, ezen lehet mosolyogni, hogy majd megnyerem magamnak az Istent. Hogy a sok bűnömet kikompenzálom sok jó cselekedettel, és akkor majd egy balanszba állítom ezt a mérleget. Ugye ti nem így gondolkodtok az életetek felől? És amikor a református feleségem mondja, hogy tehát nem cselekedetekből van a ti üdvösségetek, hát hogy senki ne kérgetjen valamit, hitből. Hát én szeretem az Istent. Hát én szeretem. Csak az életem nem ezt mutatta. Csak az életem ezt nem mutatta. Eljártam a templomba, ki volt pipálva, már vakarózott a fenekem, amikor már 45 percnél tovább tartott a mise. És sokan így vannak, kedves barátaim, alig várják, hogy alárottyanthassanak a tyúkuslevesnek, és le van Istennel tudva a dolguk egy hétre. Ez nem Isten tisztelet. Ez Isten gyalázat. Miért mész te a templomba, kedves barátom? Azért, mert most ilyen trendi időszakát éri az ország? Azért, mert most ez a sik? Mert a polgári társadalomban jó dolog templomba járni? Sokan azért járnak, hogy megmutassák az új bundájukat, dicsekedjenek a autójukkal ott a templom előtt, meg arról, hogy milyen sikeres vállalkozók, meg üzletemberek, meg minden. De hát ez nem Isten tisztelet. Ez olyan mutogatás, hogy én ilyen remek ember vagyok. Nagyon sok ilyen ember van. Nemrégiben tartottam Budapesten előadást, ez nemrégiben, ez már 2 éve volt, csak hát rohan az idő. És oda jön egy asszony, és azt mondja, polgármester úr, maga olyan sok okos dolgot mondja, de tudja, hogy ez az ige hirdetés nem rám vonatkozik. Hát mondom, asszonyom, kire vonatkozik, hanem arra, aki hallja. Hát a férjemre, és mondom, hol ül a férje? Hát otthon nézi a meccset. Hát annak, hogy tényleg nem magára vonatkozik Isten igéje, hanem az otthon meccset néző, sörözgető férjére. Nem. Valamit értsünk meg, kedves barátaim. Isten igéje mindig arra vonatkozik, aki hallja. Nem a férjedre, aki nincs itt, nem a feleségedre, aki nincs itt, nem a gyerekedre, aki nincs itt, hanem rád. És amit Isten ma mondani akar, az rád vonatkozik. És az a jó státuszunk, kedves barátaim, hogyha tudjuk, kegyelemre szoruló bűnös emberek vagyunk. És mindenkinek szüksége van a megtérésre. Nagyon sokan vannak olyanok, lelki pásztorok is. Tartok a múltkor egy előadást, és oda jön utána sírva a lelkész asszony, és azt mondja, polgármester úr, képzelje el, tartom a ige szolgálatot most már hetek óta egy témáról, a bűnről, és bejön egy presbiteri küldöttség, és azt mondja nekem, hogy tiszteltes asszony, ne tessék nekünk a bűnről prédikálni, mert Isten szeretetéről akarunk most már hallani. És mondta a lelki tiszteltes asszony, ne haragudjanak, én nekem arról kell szólnom, amit Isten a szívemre helyezett, és nekem kell beszélnem arról a bűnről, amely embert elválaszt az Istentől. Igen.
Mert a bűn képez falat ember és Isten között, és amíg ez a fal ott marad, addig járhat az ember templomba, vigszolhatja a templomat, a múltkor ott voltam egy helyen, és fölrakták az úrasztal a terítőt, és mondja a tiszteletes úr, hogy 110 000 öltés volt rajta. Mondom, nagyon szép dolog, Isten biztos örül ennek a terítőnek, de nehogy azt higgye valaki, hogy ezért majd üdvössége lesz. Mert sokan így gondolják. Sokan így gondolják. Eljárunk a templomba, ki van pipálva, a bűnökkel házasságra léptünk, jól érezzük magunkat benne, és majd mi azzal, hogy a templomba eljárunk, egy kicsit úgy rendbe rakjuk az életünket, meg ott jó el vagyunk a templomi közösségbe. Hát nem. A mi üdvösségünk hitáltal van. Jézus Krisztus otthagyta a menny dicsőségét, megszegényítette magát, emberi testet öltött, és azért jött ide a földre, tanítson bennünket, megmutassa az utat, kiszélesítse a mennyországot, vállalja értünk a halált, a kereszthalált, és utána föltámadott úrként ott üljön az Atya jobbján. És aki ezt elfogadja, aki ezt hiszi, aki kész arra, hogy odaadja az életét neki, annak ő megkönyörül. A templomba járó ember még nem automatikusan Isten gyermeke. Mint ahogy ez az asszony is, aki azt mondta, hogy hát ő nem rá vonatkozik az ige hirdetés, hanem a férjére, aki nincs is ott. És aztán mondogatott valakit, hogy ő mindenkit szerető jó asszony, mert ő annyi mindent tett a templomi közösségért. És közben oda jön egy fiú, kérdez engem a politikustól valamit, és akkor megszólal ez a jó asszony, hogy én úgy gyűlölöm a miniszterelnököt. Ja, mert azért háborog a férjére, mert ő mindenkit gyűlöl, utálatos mindenkivel, képmutató, senkit nem szeret, stb. És akkor odajön ez a fiú, akkor azt mondja nekem, hogy én úgy gyűlölöm a miniszterelnököt. És előtte meg azt mondta, hogy ő jó asszony. És akkor mondom, asszonyom, hát azért ne ringassa magát kételyek között, mert a magának az életében egy pici kis gyűlölet is van, az megöli magát. Mert a gyűlölet, kedves barátaim, olyan, hogy az nem marad kicsi. Még ha csak egy kicsit utáljuk is a szomszédasszonyt, vagy a szomszédembert, vagy a férjünket, a feleségünket. Az olyan, mint a rákos daganat. Láthatatlanul burjánzik el, és elemész bennünket. Isten pedig ott van, ahol szeretet van. Mert Isten a szeretet. És azon van áldás, ami dolgunk szeretetbe megy végbe. Semmi máson nincs. Ott Dél-Afrikában egy lelki pásztor, aki Algériában lelki pásztor, az ellenséges közegbe, azt mondta neki egy egyszerű ember. Ha mindenki úgy tudná megélni a hitet, mint ahogy te, akkor nem lenne más vallás a világon. És elgondolkodtam ezen, és elszégyeltem magam. Ez a lelkész lángolt a Krisztusért, egy ellenséges közegből elvágják az ember torkát, ha Jézus Krisztusról bizonyságot tesz, és azt mondta neki az egyik gyülekezeti tagja, hogyha mindenki ilyen lenne, mint te, akkor nem lenne más vallás a világon. Igen, kedves barátaim. Igen. Nem azért kaptuk a hitünket, nem azért könyörült meg rajtunk Isten, hogy mi ebbe belekényelmesedjünk, hanem azért, hogy másokat is tanítványát tegyünk, hogy azt a szeretetet, amit mi megkaptunk függőlegesen, azt továbbadjuk vízszintesen. És lehet látni az országunkat, sóvárogva várja ez a társadalom is, hogy eljöjjenek Isten gyermekei. És ahol Isten gyermekei ott vannak, ott az üröm helyett paradicsom terem. Ott elkezd valami éledni, valami tápanyagot kap, és ott kizöldel minden. Igen, erre van szükség. Nagyon fontos az, hogy legyenek jó gyülekezeteink, hogy itt is legyenek baptisták, nazarénusok, katolikusok, reformátusok, evangélium, nagyon fontos dolog. De Isten többet akar annál, mint építsünk belteljes gyülekezeteket, belteljes egyházat, azt szeretné, hogyha a kerítésen kívül meglátnánk a nyomorgó érsekcsanádit, meg bajait, meg tudom is én honnan vannak itt embertársainkat. Isten azt szeretné. És nehogy azt tessék hinni, hogy a szolgálat az csak a lelki pásztornak a feladata, meg a presbiter feladata. Nagy tévedés, nem. Minden keresztény egyetemes feladata, egyetemes papság van, mindannyian megkaptuk azt a jogot,
meg kinek-kinek milyen talentumot arra, hogy szolgálja az Urat. Nem biztos, hogy bent a gyülekezet falain belül kell, hanem ki kell menni a világba. És ha az illető polgármester, akkor polgármesterként. És olyan nagy dolog, amikor úgy visszatekintünk az életünkre, a nyomorúságunkra, és meglátjuk, hogy ezen a halál árnyékának völgyén át mennyire vezetett bennünket az Isten. Hát ez valami olyan csoda, amikor én visszatekintek az életemre, és hála telt a szívem, Uram, köszönöm, hogy kimentettél a pusztulás verméből, mert ha én ott maradok, nem tudom, hogy megismerlek-e téged. Nem mondom azt, hogy nem ismerlek meg a parlament falai között, de szükségem volt erre a nyomorra. Igen, én hiszek a tisztító tűzbe. Ezen így meglepődnek, főleg protestánsok. Tudjátok, hol van a tisztító tűz? Itt a földön. Itt a földön. A tisztító tűz itt van a földön, amikor a nyomorúságban Isten elkezdi tisztítani az övét. Igen. És erre van, kedves barátaim, szükség. Isten zörget a mi szívünk ajtaján békeidőben, és a nyomorúságok kellős közepén. Ha nem halljuk meg a csendes, szelíd hívó szót békeidőben, és Isten nem akar lemondani rólunk, akkor a nyomorúságban fog megszólítani bennünket. Amikor már a világ elmúlik tőlünk, mint ahogy tőlem is. Barátok addig voltak barátok, amíg országgyűlési képviselő voltam. Amikor hazakerültem Kübekházára, a szülőfalomba, fölhívtam őket, hogy nem tudnátok valami munkát adni. Majd csak, hogy nem éhezünk már. Majd visszahívunk, a titkárnő üzen nekünk, fő se vette a telefont, megmentem. Ahogy a tékozó fiú példázatában le van írva. Addig kellettek a cimborák, amíg tartott a zseton. És amikor elfogyott a pénz, a muníció, akkor elillantak a könnyűvérű nők is, meg a haverok is. Mert borban van barátság, bajban nincs. Ezt jegyezze meg mindenki. És az igazi barát az a bajba ismertetik meg. Az az igazi barát, az az igazi testvér, aki oda tud a nyomorult mellé lépni. És aki társa te nyomorúságodba. És olyan csodálatos, hogy Isten ebbe a világba bennünket belehelyezett. Ebbe a nyomorult világba Isten belehelyezte az övét, nem azért, hogy káruk legyen, hanem azért, amit kaptak, az a nagyköveti tisztséggel éljenek, és bemutassák ennek a világnak a boldogsághoz vezető utat. Én fiatal voltam, egy sikeres politikus voltam, már az országgyűlési képviselőség előtt is elég nagy dolgokat vittem véghez, de mindig kerestem a boldogságot. És azt mondtam, na majd, ha saját lakásom lesz, akkor boldog leszek. És lett saját lakásom, és nem lettem boldog. Na majd, ha körbeutazom a világot, akkor majd boldog leszek. Körbeutaztam a világot, nagyon szép helyeken jártam, jól is éreztem magam, addig boldog voltam, de mikor hazajöttem, akkor már megint boldogtalan lettem. Na majd, ha sok nőm lesz, akkor boldog leszek. És akkor hát skalpokat gyűjtögettem, meg minden, de nem lettem boldog. Sőt, egyre nagyobb nyomorúság. Na majd, ha politikai hatalmam lesz, akkor majd én boldog leszem. Hát az meg végképp nem boldogított. Az meg végképp nem boldogított. Akkor hol van a boldogság? A pénzben van a boldogság? Nem hiszem. Én látok, lelki gondozok gazdag embereket. Jönnek hozzám. Nem régiben ott voltak egy gazdag üzletember. Ott rogyott le a kis kerti 16 négyzetméteres kis irodámba. Azt mondta, Robi, én nem tudok várni tovább, nekem most itt azonnal át kell adnom az életemet. 3-4-10-kor leborult az Úr el, és azt mondta, hogy Úr Jézus, bocsáss meg nekem. Könyörülj meg rajtam. Építettem magamnak egy nagy gyárat, üzemet, minden prosperál, minden jó megy, de boldogtalan vagyok. És romokba az élet. És kedves barátaim, hát mi a boldogság? És látom ezeket a celebeket. Mutatják az új fogsorukat. Elnézést, azt mondom, melltömésüket, meg minden, és azt hiszik, hogy ez a boldogság. És mutatja a tévé ezt, mert az ördög nagyon rafinált. Tudják, hogy a fiatalok ott ülnek a Facebook, internet, meg a tévé előtt, és akkor ez a trendi világ. És akkor beszélek fiataloknak, gyerekek, benne etessen benneteket az ördög. Mert nem, ez a nyomorúság. Mint ahogy BB Évi is összeomlott, amikor vége volt a Big Brothernek, meg már lekapcsolták a kamerákat róla, összeomlott, és depressziós a mai napig is. Akkor ez a boldogság? Hát nem. És én ugyanezen mentem keresztül. Lekapcsolták a reflektort, kikapcsolták a kamerát, és én ott Kübekházan a sötétbe össze voltam törve. És kedves barátaim, amikor Isten úgy megmetszeget bennünket a régi dolgoktól,
a pólyvától, pozdorjától, szeméttől, amikor megfoz bennünket a régi barátoktól, mint hogy ez az éjszakai levél író lány is írta nekem, hogy elhagyták a barátok meg mindent, akkor jön Isten. Amikor már senki nincs, akkor jön Isten. És a mi életünkben is így volt, amikor már barátok mindenki elhagyott, akkor már Istennek hallottam az örgetését, de még mindig nem volt elég, hogy a kemény szívemet megtörje, még a feleségemnek is el kellett, hogy hagyjon. Igen. És amikor már feleségem se volt mellettem, csak a kutyám, a kis fehér hűséges pulim, akkor leborultam, hogy Uram, engem mindenki elhagyott, kérlek, Uram, hogy jöjj az én életembe. És amikor ezt kimondtam, összetörve, kétségek között, hogy most hogy lesz, mint lesz, a dicsőséges Úr elkezdett felém közeledni. És olyan csodálatos, hogy egyik este mentem föl a lépcsőn, és megszólított Isten, és csak annyit mondott, hogy Mózes 16.9. Itt a szívembe hallottam. És lefeküdtem, mondom, majd reggel megnézem, a Biblia lent maradt az alsó szinten, és nem hagyott nyugodni. És lementem, 11:30 volt, 11:30-kor szólt, hogy Mózes 16.9, és 13:30-ig gyötört engem ez az igéve, és lementem, hogy mi ez? Mózes 16.9. Azt se tudtam jó vallásos emberként, hogy 5 könyve van Mózesnek. Elkezdtem az elején. 1 Mózes 16.9. Térj meg a te asszonyodhoz, alázd meg magad az ő kezei között. Hágár története ismerik. Akkor az Úr angyala mondja. És akkor én teljesen átvillanyozódtam, egyből SMS-t küldtem a feleségemnek, hogy Isten megszólított engem, és ezt mondta. És onnantól kezdve kézbe vett bennünket. Feleségem az édesanyjánál Nyíregyházán, engem Kübekházán, és összehozott bennünket Budapesten, a Városligeti Fasorba, Vég Tamásnál. És azt mondta ez a Vég Tamás, gyerekek, ne gyalázzátok az Istent. Amit Isten egybe szerkezett, az ember szét ne válassza, és én most lelki körzeti orvosként beutallak benneteket a traumatológiára. És tudjátok, mit értettem meg ebből? Azt értettem meg, hogy ha egy hívő embernek lelki körzeti orvosnak kell lenni, akkor annak kell lenni. Amikor hullaszállítónak kell lenni, akkor annak kell lenni. Amikor meg kell, hogy nyissa a pénztárcáját, mert nagyon áldásos dolog, hogyha megtér a hívő ember pénztárcája is, akkor meg kell nyitnia. Amikor étkezdét kell nyitni, akkor annak kell lennie. Igen. A hívő embernek ez a boldogsága. Hogy tudja, hogy semmilyen nincs, amit ne kapott volna. És hogy ez, amit kapott, az pedig az Úrtól van, és minél többet adunk, annál többet kapunk. És teljesítsd az Úrnak tett fogadalmidat. Van egy nagyon drága ügyvéd barátom, aki megtért, átadta az életét, és azt mondta, amikor megtért, Istenem, én megígérem neked, hát nagyon komoly fogadalom, megígérem neked, hogyha a pirosban megállok, és valaki odajön kéregetni, én adni fogok neki pénzt. És nagyon vigyázz, kedves barátom, hogy mit ígérsz az Istennek. Mert ez a barátom egy nagy szerződéskötés után volt, és halomba álltak a 20 000-esek, meg a 10 000-esek a táskájába, piros lesz, jön a hajléktalan, elkezd kapkodni a pénztárcát, hát nincs nála egy százas se. Hát most mi lesz? És azt mondja Istennek, hogy nem gondolod, Istenem, hogy ennek a semmire kellőnek majd egy 20 000-est vagy egy 10 000-est adok, és úgy hagyta az ablakot lenyitatlanul. És kedves barátaim, nagyon komolyan vett, hogy mit ígérte az Úrnak. Mert sokan azt mondják, ha én most meggyógyulok, akkor az életemet neked adom, aztán arra se nincs ideje, hogy leporolja a Bibliáját, meg mindent, tehát semmi. De annak lesz következménye, mint ahogy ennek az embernek is volt. Nem 10 000 forintot vett ki az Úr a zsebéből, hanem az összeset. Milliókat. És azt mondta Robi, ez volt a tanulópénz. És hála telt a szívem. Múltkor ott vagyok egy előadáson, és oda jön egy vállalkozó. Azt, elmondtam ezt a történetet, és azt mondja, tudod nekem mennyi volt a tanulópénz? Mondom, mennyi? Azt mondja, 22 millió forint. Mert egy újabb csűrt akart építeni. És belement egy olyan bizniszba, amiben nem kellett volna. Hívő emberként. Mert nem elég neki az egy csűr. Egy újabb csűr kellett neki. Neked mi az újabb csűröd? Neked mi az újabb csűröd? Neked mi az, amitől te nem tudsz elszakadni? Ha világgal van tele a szíved, vagy csak félig, az egész nem ér semmit. Félszív nem szív.
akkor hagyd abba, akkor érd a világéleted, építs csűröket magadnak, minden, érezd jó magad a világba, aztán majd amikor rájössz a moslékos vájónál, akkor vissza tudsz Istenhez menni. Nem mond Isten le rólad. De ha magad utadat járod, akkor abba Isten partner nem lesz. Mikor írtam az első könyvemet, egy politikus, akit rabul ejtett Isten, jön haza a kisfiam az óvodából, apuci, szeretnék egy pattogós labdát venni, olyan, amilyen kispajtásomnak van. És megkérdeztem, kisfiam, van neked pénzed? Hát természetesen. Fölmegy a kis persei malachoz, most már gazdasági válságban már ilyen csavaros, már nem kell agyonütni a malacot, hogy kiszedjék a pénz belőle. És akkor kiveszi a pénzt, látom, szorongat egy 1000 forintost. Elmegyünk a szomszédba, Marika nénihez, és mondom, Marcelka, nagyfiú vagy, tessék, akkor légy szíves, akkor intézd ezt a pattogós labda projektet te. Hát meg kell tanítani a gyerekeinket. Hát azért vagyunk felnőttek, gyerek, szüleik, hogy tanítsuk őket. Tanítsuk őket. Amit kaptunk, azt tovább kell adni. És ez a feladatunk. Ha a pattogós labdáról van szó, akkor is. És nézelődök a polcon, szól Marika, hogy Robi baj van. Oda megyek, mondom, micsoda. És a kisfiam egy félbevágott 1000 forintost adott át neki. És ránézek a gyerekre, hát ez meg micsoda, láttam, hogy lehorgasztott a fejét, nem szégyenítjük meg a gyereket, kértem 100 forintot kölcsön, és tisztáztuk, hogy mi is ez. És azt mondta, hogy apuci, hát te azt mondtad, akkor még csak 2 gyerekünk volt, hogy amit kapunk, azt mindent meg kell felezni a zsombikával. És elvágták, nyesz. De tudjátok, hogy mit értettem meg belőle? Hogy a félbevágott 1000 forintos nem ért 100 forintot a boltba. És a félbevágott szív se ér semmit. A fél szíven nem lehet Istent szolgálni. Hogyha a fél szívben benne van a kényelem, az érzékiség, a megkötözöttség, a rabság, amiben a világ téged rabságul tart, az egész nem ér semmit. Legfeljebb lesz egy jó valláskárosult ember, aztán amikor eljön az utolsó nap, akkor szembesülni kell azzal, hogy mit tettél. Hogy lehet, hogy mondtad, hogy Uram, Uram, de Jézus azt fogja mondani, nem ismer. Óriási a felelősségünk, kedves barátaim. Nekünk, akik Isten gyermekei vagyunk, azt mondja, nem véletlen mondja Isten, ne legyetek sokan tanítók, mert nagyobb ítélet alá estek. Ne legyetek sokan tanítók, mert nagyobb ítélet alá estek. Ezért óriási a felelősség. És én azt mondom, hogy legyetek tanítók, de arra tanítsátok a népünket, a nemzetünket, amire Isten téged már megtanított. Ez a feladatunk. És a polgármesterként kell elmondanom, az ítéletet is el kell mondani, mert nagyon sok keresztény népszerű akar lenni. Hát én nem mondom el neki, hát megsértődik. Hát ha én elmondanám a bűnt, meg a bűnről prédikálnék, volt ilyen lelki pásztor, lelki gondoznom kellett. Akkor azt mondta, hogy kiüresedne a gyülekezete. Népszerű akar lenni. De kedves barátaim, a kereszténység nem népszerűség, az felelősség. Hát mi a világba helyezett bennünket el Isten, és hogyha látjuk, hogy mi van az országban, akkor nekünk el kell mondani, te vezetők, politikusok, ha tovább így folytatjátok, Isten ítélete alá kerültök, sőt, már ott vagytok. És addig, amíg a dolgaitok nem szeretetbe megy végbe, és erre ez igaz a kormányzókra, ellenzékre, addig, amíg belháború folyik egy társadalomban, addig nem lesz áldás. Addig nem lesz áldás. Hát mi van a kis házi áldásokban? Hát nálunk is otthon van a falon. Ahol szeretet ott, hogy van? Hol hit ott, szeretet, hol szeretet ott, béke, hol béke ott, áldás, hol áldás ott, Isten, hol Isten ott szükség nincsen. Hát ha ez igaz a társadalom legkisebb sejtjére, már pedig igaz, akkor nagy családunkra is igaz. És én látok embereket, látok szegény, azt lehet mondani, csóró hívőket. Szeretetbe élik meg az életüket, be kell osztani minden félreérőket, de boldogok. És látok gazdag embereket, akiknek annyi pénzük van, hogy nem tudják eldönteni, hogy a Seychelles-szigetekre menjenek, vagy Mauritiusra, és boldogtalanok. És elmennek, a falunkban is van egy ilyen, elmennek nyaralni, mert addig béke van. És hazajönnek, és mint kutya, macska nyírják egymást. Hát akkor ez a boldogság. És kedves barátaim, hogyha ez igaz a családra, akkor igaz a társadalomra is. Addig, amíg mi háborút folytatunk, addig nem lesz áldás. Mert a szeretet Istene nem fog amment mondani a gyűlöletre. Nem fog amment mondani a gyűlöletre. És vizsgáld meg magadat, kedves testvérem, hogy te hívő emberként, ha hívő vagy már, beállsz-e a gyűlölködők sorába?
Hogy te is azt csinálod, amit a vezetőink, a politikusok csinálnak, köpködnek jobbról balra, balról meg jobbra. Sodrózz te is a világgal, vagy a kősziklán állsz. A kettő nem megy együtt. Én nem azt mondom, hogy nem kell szavazni, elmenni, nem lehet politizálni egy hívőnek, sőt, kötelező. Én a Bibliából azt értettem meg, majd mindjárt fogok róla beszélni, kötelező politizálni. De nem úgy, ahogy a világ teszi, hanem szeretettel, alázattal, szelídséggel, hogy az a Krisztus, aki engem megmentett, annak a Krisztusnak a szószólója, nagykövete, képviselője legyek ebbe a gyűlölködő világba. Igen, kedves barátaim, és akkor lesz áldás. És ezért nagyon fontos, és én hiszem azt, hogy ez se véletlenül íratott meg a Bibliában, hogy nem farkokká teremtettelek, ugye? Valahogy így van, hanem fejekké. Hogy Isten azt akarja, hogy Isten gyermekei, az ő megváltott gyermekei ebbe a társadalomba lámpások legyenek, só legyen, íze, szaga legyen, vonzó legyen, vezesse a világ fiait. És nem azt akarja Isten, hogy a világ legyen hatással az egyházra, meg a hívő népre. És ezt látom, az egyházaink el vannak világiosodva. Nagyon sok kulturális program van, csimbum cirkusz, halleluja, meg minden, mert hogy ez kell a népnek, és mi szolgáltató egyház vagyunk, és a keresztények pedig fogyasztó keresztények. Hát ez egy biznisz. Hát ez egy biznisz. Ez nem lehet. Isten igéje tudja újjászülni mindenkit. Téged is. Téged is. Nemrégiben tartottam egy előadást, és oda jött egy alpolgármester. És azt mondja, hogy polgármester, ne haragudj, de nem értek egyet azzal, amit te mondasz. Hát mondom, te figyelj, nem muszáj egyet érteni azzal, nem kötelező természetesen, én se, nálam sincs a bölcsek köve. Lehet, hogy sok olyan dolgot mondok, amivel nem értetek egyet, meg minden, meg lehet, hogy nem is úgy van, ahogy én mondom. Én ezt értettem meg Isten igéjéből, és azt mondja ez az alpolgármester, hogy ne haragudj, de nem értek veled egyet, mondom. Hát lehet, hogy nem értesz vele egyet, de tudod, a Bibliában ez van leírva. Hogy minden dolgotok szeretetbe menjen végbe. Pont erről tartottam egy előadást akkor. És kérdeztem tőle, hogy van-e neked mosógéped? Azt mondja, természetesen. És mondom, te amikor megvetted a mosógépet, te egyből tudtad, hogy hogy működik, mit tudom, milyen programok van. Hát nem. Hát elolvastam a használati utasítást. Nem mondom, látod? Hogy olyan csodálatos az Isten, hogy nem hagyod bennünket magunkra. Adott hozzánk egy használati utasítást. Ez. De ha nem olvassuk, akkor nem tudjuk a programot. Ha nem olvassuk, akkor nem tudjuk a programot, és Isten azt akarja, hogy mi tudjuk a programot. És szükség van arra, hogy a mi életünk rendbe menjen, hogy az a mosógép ne zakatoljon meg, mit tudom, ne menjen tönkre, ahhoz a programot olvasni kell. És Isten azt akarja, hogy mi is olvassuk a programot. Hogy hallgassunk azokra, akik nálunk hitbe előrébb járnak. Nyugodtan meg lehet osztani a problémáinkat, a bajainkat, a keresztény ember se problémamentes. Hát nagyon sok nyomorúsága van, de olyan jó, ha nem menekülünk el Isten elől. Ott voltunk Dél-Afrikában, 13-an magyarok egy konferencián, és olyan hatással volt ránk a konferencia, hogy 3 nap után egymásnak tettünk Isten jelenlétébe bűnvallást. Zokogva kellett nekem is leborulni Istennel, Uram, bocsáss meg, és köszönöm, hogy tükröt tartottál elém, hogy megmutattad az én nyomorúságomat, és nem kell elmenekülnem előled. Mert kedves barátaim, amikor megállunk Isten előtt, és elcsendesülünk, akkor Isten elkezd hozzánk beszélni. Isten a csendbe beszél. Nem üvölti túl a lármát. Ha neked nem kell a csend, a kis szoba magánya, a gyülekezeti együttlét, az ige hirdetés, az elcsendesülés a Biblia fölött, vagy egy jó evangelizálós könyv fölött, akkor Istent kiiktatod az életedből. Lehet, hogy eljársz templomba, de száraz, kietlen az életed. És Isten azt akarja, hogy telítődj meg erővel. De ahhoz, hogy Isten megtelítsen erővel, arra van szükség, hogy kiüresedjen a szív. Isten nem tölt rá egy újabb adagot. Vagy csak annyit, amennyi éppen ráfér. De nem lesz erőteljes, nem lesz szeretetteljes, nem lesz szolgálatkész, hanem fáradékony, enervált lesz az egész szolgálat. És Isten pedig azt szeretne, hogy erős, bátor férfiak alatt értek asszonyokat is, legyenek az ő katonái. De csak az lehet Isten országába katona, aki már besoroztatott. És ezt írtam az éjszaka kislánynak, akinek írtam levelet, hogy
be vagy-e már sorozva. A besorozás úgy kezdődik, férfiak, tudjuk, hogy le kell vetkőzni a sorozó bizottság előtt. Isten előtt is le kell vetkőzni az embernek. Meg kell mutatni a rúdságot. Nem, nincs tabu kérdés. Le kell vetkőzni. Aki levetkőzik Isten előtt, aki megmutatja a rúdságát, aki kész odaállni alázattal, hogy Uram, itt vagyok én, 70 kiló nyomorúság, kezdj velem, amit akarsz. Amint vagyok, úgy jövök. Nem kell Istennek púder ahhoz, hogy ő, sőt, púder csak gátol, ahhoz, hogy ő a keblére ülelhessen. Oda kell púder nélkül, rúzs nélkül, smink nélkül állni elé. És amikor odaállunk, akkor Isten megkönnyörül rajtunk, befogad, és elkezd bennünk, azt mondtam fiataloknak egy előadáson, hogy szoftver cserét végrehajtani. Kidobja a régi elavultat, és ad új látást, új célokat, új lelkületet, új szívet, és mindent megad ahhoz, hogy te egy áldott, gyümölcstermű életet tudj élni. De ha neked ez nem kell, akkor Isten nem terrorista, hogy rád erőszakolja, hogy oda tartsa a géppisztolyát, és a Isten fegyverzetével beléd lövöldözzön, nem. Akkor azt mondja, hát még várok. Még várok. Nem mondok le rólad. Én hiszek azt, hogy Isten nem mond le az emberről. De azt akarja, hogy az ember odaadhassa az életét neki. És amikor az ember odaadja az életét, akkor minden megváltozik. Most, ahogy jöttem, beugrottam Szegedre egy menyegzői meghívóért. Elhoztam ide, mert nagy tanulság. Három éve indítottunk egy bibliakört a településen, ilyen ökumenikus. Katolikusok, nazarénusok, reformátusok, baptisták is járnak oda. Nagyon áldott légkör, egyek vagyunk. Nem felekezeteket építünk, hanem Isten országát igyekszünk magunkba fölépíteni, és egyszer csak, 2 évvel ezelőtt betoppant oda egy összetört asszony. Ki volt készülve, 28 éve élnek együtt a volt férjével. Pár év után, ahogy összeházasodtak, elváltak, és élettársakként tovább, mert szegények voltak, nem tudtak szétmenni, és egy ilyen kényszer lakba éltek együtt, és bejött oda, és mondta, hogy micsoda patáriát csapott, mikor meghallotta az élettársa, vagy a egyfedél alatt lévő férfi, hogy ők együtt vannak, vagy hogy ő eljön a bibliakörbe, és akkor hát ő ezt megharcolta, és ott volt. És Isten elkezdte ezt az asszonyt a szeretetével körbevonni. És ahogy járt, hallgatta Isten igéjét, egyszer csak megért benne az elhatározás, és most idén mondja, hogy tudod, hogy mi volt tavaly április 12-én. És mondom, micsoda. Hát azt mondja, akkor adtam át az életemet az Úrnak. És kedves barátaim, itt van ez a menyegzői meghívó, május 18-ára szól, ez a férfi, meg ez a nő, Isten előtt összeköti az életét. Látta a férfi az asszonyon, amit Isten elvégzett benne. Kérdezzek én téged, amikor téged lát a családod, a környezeted, a munkatársaid, a gyerekeid, az anyád, az apád, az anyósod, az apósod, akkor kit lát? Templomban járó olyan embert, akinek az élete szótlanul nem üzenet, vagy olyan embert lát, aki azt mondják, hogy igen, ez vonzó, én is ilyen akarok lenni. És ennek a Rózsikának a férje, nem titok, ennek a Rózsikának a férje meglátta az Istent a feleségén. És azt mondta, én is ilyen akarok lenni. És 28 év után, tavaly karácsonyra, olyan döbbenetes, tavaly karácsonyra kapott először ajándékot ez az asszony. Egy vérnyomásmérőt. És ezt mondja Rózsika, ezt nem a férjétől kapta, ez Isten ajándéka a férjén keresztül. És megkérte pár héttel ezelőtt a kezét. És azt mondta Rózsika, hogy hát én nem megyek hozzád. És mondom, Rózsikát hívőként hogy mond? Azt mondja, hát nincs rá pénzem. Ne abból indulj ki, hogy mit nincs, hanem abból indulj ki, hogy Istennel mit lehet. És mondtam, hogy Isten el fogja rendezni a menyegzői költséget, majd az én tizedem is most oda fog vándorolni, meg a többi testvér is, és elmondok valamit, hogy milyen Isten országa. Mikor jöttem, most fölhívtam a fogorvosunkat, és mondtam neki, hogy itt van ez a Rózsika, menyegzője lesz, számíthatok-e arra, hogy egy-két fogát rendelek.
Természetesen. Mondom, és a férjét? Igen. Ő is belesegít. Meg a fodrász is, meg minden, mert Isten azt akarja, hogy a hívő ember empatikus legyen a másikkal szemben. Főhívott egy asszony valahonnan, nem tudom honnan, hogy képzelje el, most olvassa a könyvemet, azt a másodikat, és leírtam, van benne egy mennyei kályhás, nem az elsőben volt, mennyei kályhás történet, hát az is egy sztori, de arról egy külön előadást lehetne tartani, és hogy nagyon megérintette őt ez a mennyből jövő kályha története, mert hogy reggel volt ott a szomszéd asszony, kért tőle egy kályhacsövet, és ő elhajtotta. És délután meg olvassa a mennyei kályhás történetet, amikor kért valaki tőlem egy kályhát, én is elhajtottam el, hogy nincs kályhánk, de mondom, hát imádkozzon Istenhez egy kályháért. Hát miért Istennek van kályhája? Hát miért Istennek sok kályhája van. Aztán, amikor elment, akkor meg összetörtem, hogy ilyen idióta, hogy lehetek, hogy ilyeneket mondok neki, hogy Istennek sok kályhája van. És képzeljétek el, megszégyenítő volt Isten, mert estére kirendelt ennek az embernek egy kályháját. Mert összetörve hazamentem, és a trombózisos feleségemnek segít a takarításba egy néni, aki nemrég ismerte meg az Urat, és együtt hármasban imádkoztunk. És oda tártam Isten elé, mert Isten azt akarja, ne te old meg az életedet, mert nem tudod, hanem tárd ő elé. És oda tártam elé, Uram, bocsáss meg, hogy ilyen voltam, hogy én azt mondtam, hogy neked sok kályhád van. És imádkoztunk, hogy Uram, valahogy rendelj ki egy kályhát, mínusz 20 fokok voltak, mert megfagynak, szétrepette a régi kályhája ennek az embernek. És meghallotta a szomszédasszony, akinek volt egy teakályhája, hazament a férjének, elmondta, és a férje fölhívta. Robi, nekünk van egy teakályhánk. Mondom, Kálmán, kifizetem. Hagyd! És este már ott volt a házuk elé, oda behúztam, azt sem mondtam, hogy én voltam, behúztam a kályhát, és elhúztunk onnan. Mert hogy Isten adja a kályhát, nem én. Én csak egy eszköz lehetek, és valóban Istentől kaptuk ezt a kályhát. És megszégyenítő volt ennek a kályhacsöves asszonynak, hogy ő pedig abban egy méter kályhacsövet nem adott oda. És azt mondja, mit csinálja? Mondtam, mindent jóvá lehet tenni, tessék vinni a kályhacsövet a szomszédasszonyhoz, és jó bizonyság lesz. És tudjátok, mi történt? Ez a kályhacsöves asszony, akinek kályhacsőre lett volna szüksége, már tudja, hogy Istenre van szüksége. Mert Isten cselekvő hitet akar. Azt akarja, hogy ne valláskárosult legyél. Nagyon jó, hogy eljársz a gyülekezetbe, a templomi közösségbe, hogy megéled ott a hitedet, de azt akarja Isten, hogy menj onnan ki, és világíts a világba. Erre vagyunk elhívva. Erre vagyunk mi fölhatalmazva. Mindenki erre van fölhatalmazva. Ez a mi feladatunk. Ez a mi feladatunk. Isten gyermekének két feladata van. Jogász vagyok, úgy fogalmazta meg, egyik a generális feladat, a mindent átható feladat az, hogy emberhalászok vagyunk. A másik, a speciális feladatunk nem kevésbé fontos. Az pedig az, hogy ahova Isten helyezett, ott helytállóak legyünk. Munkahelyen nehogy azt mondja valaki, hogy ismer vagy mi hívők vagyunk, hogy trehány munkát végzünk. Mert az nem Isten tisztelet. Az Ószövetségben is a zsengéjét adták az áldozati báránynak, ugye a mi életünknek is a zsengéjét, a javát kell adni mindenbe. Tehát a hívő ember nem teheti meg azt, hogy silány munkát hagy maga után. Hogy van az az ige, hogy átkozott az, aki Isten dolgát hanyagul végzi? Valahogy így van az igében. Igen. Nekünk szellemi igényességgel kell minden munkákat végezni. Vizsgáld meg magad, hogy amikor téged látnak a munkatársaid, akkor kit látnak. Baptista testvéreink készítettek egy statisztikát. Megdöbbentő volt számomra, pontos számokat nem is tudom elmondani, hogy a Istent megismerők aránya hogy tevődik össze. És tudjátok, hogy a templomba járok 3%-a kerül ki az Istent megismerők közül. Tehát akik templomba járnak, azok közül 3% ismeri meg úgy az Istent, hogy ott van a gyülekezeti alkalmak, a 3%. 41-néhány%, tudjátok, hogy ismeri meg Istent? A munkatársa által a munkahelyén. Ahogy látják az életét. A másik 41-néhány%, pedig úgy ismeri meg Istent, hogy a családba. Hogy ez a Pista megtért. Amióta ez a Pista megtért, azóta más ember lett. Így. És 12% pedig különböző evangelizációs alkalmak során. Akkor ez mit üzen ez a statisztika, hogyha már egy kicsit itt a világban élve foglalkozunk? Azt, hogy nagyon fontos a helytálló, cselekvő kereszténység.
És igen, kedves barátaim, mi itt vagyunk a világ fogságába. De az, hogy a világ fogságába jelenti, vagyunk, az nem jelent az, hogy nekünk most akkor sodródnunk kell a világa. Nem. Isten azt akarja, hogy ha fúj a szél, nem probléma. Csak ne a hátadat fújja, hanem az arcodat. Ne menekülj el, ne sodródj a világgal, hanem állj ellen, önmagad nem tudsz. De Isten erejével igen. Mert velünk sokkal többen vannak, mint ellenünk. Fölolvasnék egy nagyon rövid kis igerészletet a Jeremiás 29-ből. Lelkipásztor úrnak elküldtem, hogy a forgatókönyvet, ugye Isten azt szeretné, hogyha rendben mennének a dolgok, tudjam, hogy hány kilométer, mikor kell indulni, stb. Stb. Meg hogy miről beszélek, és én tegnap este odaírtam, hogy mi az az ige, amiről beszélek, de Isten azt mondta, hogy nem erről beszélj. Tehát az jó, hogyha egy hívő ember készen áll bármikor revidiálni az elképzelését, a tervét, és ha Isten azt mondja, hogy te ne erről beszélj, hanem emerről, akkor nekem arról kell beszélni, és a tegnapihoz képest a forgatókönyv módosult, mert a forgatókönyvet egy emelette följebb írják, úgyhogy most arról beszélnek, amit Isten nekem ma reggel, mielőtt ide elindultam, mondott. És ez pedig a Jeremiás 29-ből, a 4-es verstől kezdődően. Azt mondja a seregek ura, Izrael istene, mindazoknak a foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babiloniába vittem, építsetek házakat és lakjatok bennük, ültessetek kerteket és egyétek a gyümölcseiket, vegyetek magatoknak feleséget és szülessenek fiaitok és lányaitok, házasítsátok meg fiaitokat, lányaitokat, pedig adjátok férhez, és szüljenek fiakat és lányokat, sokasodjatok meg ott, és meg ne fogyatkozzatok, és fáradozzatok annak a városnak jólétén, ahova fogságra küldtelek benneteket, és könyörögjetek érte az Úrhoz, mert annak jóléte a ti jólétetek is. Ennyi. Nagyon megérintett már régebben ez az ige, és most úgy, ahogy Isten ezt így bevillantotta számomra, akkor megértettem, hogy hát erről kell beszélnünk. Mert lehet látni, megdöbbentő volt ma számomra, vagy ma, már nem is tudom, vagy tegnap, a Dél-Magyarország, ez a megyei lapilapunk, és azt írja, hogy Csongrád megyébe mindössze 100 ház épült tavaly. Egy egész megyében, ahol 430-an van, 450 ezeren élnek, 100 ház épült. Elképesztő. 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 Minden leépül a társadalomból, és Isten meg azt mondja, építsetek házakat. És akkor most joggal felvetetik, hát nincs forrás, nincs hitel. Kedves barátaim, nem gazdasági válság van ebben a társadalomban. Lelki válság van, erkölcsi válság van, hitválság van, és ennek a folyamánya, következménye az, hogy a gazdaságunk is ilyen, amilyen. Ez már gyümölcs. Ez már gyümölcs. Ez az istentelen életünknek az istentelen gyümölcse, amit mindenkinek le kell aratni, az egyéni életünkbe is. Mert az előzmény után mindig jön a következmény. Isten a bűnt nem hagyhatja figyelmen kívül. Kegyelmet ad Isten, de sokszor a bűn következményeitől nem mentesít. Van egy alkoholista ismerősöm, 35 évig azt kell mondanom, elnézést a kifejezésre, nem akarok senkit megbántani, érintett lenne ebbe a dologba, úgy ivott, mint a gödény. És egyszer csak Isten igéje elérte a szívét, átadta az életét, megtért, ragyog az arca, kitisztult a feje, de a máj problémáit nem vett el az Úr. Azt mondta nekem, Robi, ez az én mementóm. Örök emlékeztető egy hiába való életről. És a gyógyszereket szednem kell, de szereti az Urat. Megkönyörült rajta, tudom, látom rajta, hogy örök élete van, de az élete bűnének következményét el kell hordozni. És nagy kegyelem, ha Isten mentesít. Mentesít a bűn következménye alól is. Tehát nem gazdasági válság van, erkölcsi, szellemi válság van ebben a társadalomban, és ennek a következményeit el kell hordoznunk. És itt van ez a történet, fél évezreddel játszódik Jézus születés előtt, Júda népe babiloni fogságba került. Az egyik fele azt hitte, hogy gyorsan vége lesz ennek, úgyhogy hát nem is rendezkedtek be igazából. A másik része pedig azt mondta, hogy hát itt ennek vége, itt fogunk maradni, itt fogunk meghalni, ebbe belepusztulunk, meg stb. És Istennek volt egy engedelmes eszköze, Jeremiás, és megíratta vele a levelet a babiloni fogságban lévő népnek, és azt mondta, hogy hát 70 év. Úgyhogy ti nyugodtan rendezkedjetek be,
építsetek házakat. Igen. Építsetek házakat. Isten most is azt mondja, hogy ne elmenekülj az országból. Bár nagyon nehéz ezt a hitetlen embernek megmondani, hogy ne menekülj el az országból. Hogy lesz így magyar jövendő, ha mindenki elmegy ebből az országból? Kik fognak gyereket szülni? Kik fognak majd, elnézést most gazdasági oldalról, politikus budjan ki belőlem, kik fognak így adót fizetni, kik fognak nyugdíjjárulékot fizetni, kik fogják eltartani a jövő nemzedékét, hogyha mindenki elmegy ebbe az országba. Megdöbbentő volt számomra, nemrég hallottam, hogy London az ötödik legnagyobb magyar város. 200 ezer magyar él kint. Elképesztő. A bűn következményeit el kell egy társadalomnak hordozni, és kedves barátom, még mindig köpködünk, gyűlölködünk, háborgunk, és nem az ellenségre koncentrálunk. Mert nekünk, embereknek nem a másik, a másként gondolkodó az ellenségünk. Tudjátok ki az ellenségünk? A hitetlenség, az erőszak, a gyűlölet, a munkanélküliség, a depresszió, az alkoholizmus, az abortusz. Naponta Magyarországon 150 embert ölünk meg abortuszba. És 1956. június 4-e óta legális Magyarországon az abortusz. 6.800.000 hivatalos áldozata van az abortusznak. Adjuk már hozzá ahhoz, ahányan Magyarországon ma élünk. Az a 9 millió az. Lennénk egy európai erős középnemzet. Nem a zsidók. Nem a cigányok teszik tönkre ezt az országot, hanem a hitetlenség, ami odaig elfajul, hogy emberek embereket ölnek. Emberek embereket ölnek. És a mai napig is. Isten áld meg a magyart, nagyon jó hangzik, de 150 embert ölünk meg naponta. És Isten erre azt mondja, hogy amen. Nem tudom róla elképzelni, hogy Isten azt mondaná a gyilkosságra, hogy amen. Meg a gyűlöletre, hogy amen. Barátaim, amit vetünk, azt kell aratnunk. Ürömből nem lesz nagyszemű szőlő. Nem lesz. Óriási a felelősségünk, megint csak azt mondom, nekünk, akik megismertük az Urat, tudjuk, hogy mit akar. Nekünk kell elmondani a társadalom számára, elé élni, megértetni, hogyha meg nem tértek, elvesztek. Mindenkinek oda kell adni az életét, aki azt akarja, hogy az élete ne a pokolba, az örök halálba folytatódjon, hanem az örök életbe. És a politikusainak is meg kell térni. Akkor lesz új politika, akkor lesz új magyar jövő, ha vezetőink Istennek engedelmes eszközökként élnek ebbe a társadalomba. Könyörögnünk kell értük, majd mindjárt oda is eljutunk. Aztán azt mondja Isten, hogy ültessetek gyümölcsöst. Megdöbbentő volt számomra az egyik ismerős orvos, elmondta, hogy régóta abba a kis városkába praktizál, és eljárt betegekhez. És egyszer csak azt látta, hogy a korábbi régi szőlős kertet egyre jobban üti föl a gaz. És megkérdezte az egyik betegéhez, aki hívták, hát nénem, hát mi van itt? Hát itt korábban gyönyörű zöldség, meg gyümölcsös volt. Hát mi van itt? Azt mondja, hát tetszik tudni, doktor úr, a sok szappanok. Egyik után jön a másik után jön a harmadik, aztán így tovább, kora délutántól késő estig, szappanop, és hát mellette nincs nekünk időnk arra, hogy a kertet műveljük. Kedves barátaim, amilyen a lelke, olyan a kertje. Amilyen a lelke, olyan a kertje. Igen. Amilyen a lakásunk, amilyen az életünk, olyan a körülményeink is. Igen. Van egy asszony, 21 ezer forintba ingyen adjuk neki az ebédet. És ez az asszony állandóan hőbörög. Én is ugyanazt teszem 571 forintért, mint amit ő eszik ingyen. És állandóan morgolódik. A spenót, ezért nem jó. A tökfőzeg, azért nem jó. A rántott hús, ezért nem jó. A halászi, azért nem jó. A túros, ezért nem jó. Mennyit fizet? Azt mondja, hát ingyen kapom. Ja, mondom, én ezért 571 forintot fizetek. És nekem meg jó. Nem szeretek mindent, de nem háborgok. És azt vettem észre, sokszor a szegénység azért van, kedves barátaim, mert nem becsüljük meg az, ami van. Hogy lenne méltó nagyobb dologra valaki, ha azt a kicsit, ami van, nem becsüli meg? Hogy mindig valami nagyobb kell. Hát ismerek olyan vállalkozót, megvette a BMW-jét, most már nagyobb Mercedes kell, mert most már másfél éves.
És nem elég neki, és soha nem lesz boldog, és soha nem lesz elégedett, mert ami van, az pont soha nem jó neki. Ugye te nem vagy ilyen? Ugye te nem vagy ilyen? És a te kerted az úgy rendben van, a lelki kerted. És kedves barátaim, a gazt, a gyomot nem kell vetni. Az jön magát. A hívő ember életébe is jön. Azt nem kell vetni. Állandóan karba kell tartani a kezünket. Imádkozás olyan legyen, mint a lélegzetvétel. Igen, elkerülhetetlen, nélkülözhetetlen a hívő életünk. Az imádkozásnak olyannak kell lenni, mint a lélegzetvételnek. Isten tiszteletre járás, gyülekezeti alkalma, hitünket megélne a testvéri közösségeinkbe, és ez nem csak azt jelenti, hogy egy felekezeten belül nyugodtan át lehet menni a másikhoz, egymás hite által lehet épülni, nyomorúságaiból tanulni. Nagyon fontos, kedves barátaim, Isten országában nem lesz, hogy baptista mennyország, meg református mennyország, meg katolikus mennyország, nincs ilyen. Lesz egy mennyország, ahol bekerülnek a megtért baptisták, reformátusok, katolikusok, és lesz egy olyan pokol, ahol nem kerülnek be a nem megtért baptisták, katolikusok, meg reformátusok. Igen. Ilyen az élet. Templomba járás nem ütszerző. Nem. Nem. Csak az, amikor odaadjuk az életünket az Úrnak. És azt mondja, hogy házasodjatok, vegyetek feleséget, szülessenek gyerekek. Hát pont ez a legnagyobb probléma. Hát lecsökkent a házasság, mert most már trend az élettársi kapcsolat, meg a bejegyzett élettársi, egy neműek házassága, meg mit tudom én, mert azt mondják, hogy itt Magyarországon nincs. Hát polgármesterként olyan van. A bejegyzett élettársi kapcsolat az kvázi házasság. Be kell anyakönyvezni. Én mondtam kübekkel, ilyet nem csinálok, inkább üldözzenek el, vagy valami, ilyet kübekkel nem csinálok, istentelen dolog, ebben nem megyek bele. De van, nem csak nyugaton, meg Európai Unióban, nálunk is van ez. Be lehet jegyeztetni két egynemű párt anyakönyvileg. És az hivatalos. Aztán akik összeházasodnak, minden második válással végződik. Mert nem azt kapom, amit vártam. Mert egy individualista világban élünk, hogy mindig nekünk az kell, hogy adjon a valamit a másik. De nem az, hogy mi mit adhatnánk. Tehát egy házasságban nem önmagáért él az ember. Ha két önző ember kerül egy házasság, annak vége. Annak vége. Azt kell nézni, hogy én mit adhatok. És ha nem kapok semmit, akkor is én nekem adnom kell. És Isten országában is így működik. Nem számít, hogy beléd rúgnak hívőként. Egyik barátom publikált egy művet, kilépett a templom falai közül, az előtt presbiter volt, semmi baj nem volt. Amikor kilépett a templom falai közül, egyből kapott egy tockost, meg egy gyomrost. Hát most lépett ki a templom falai közül. Addig az ördögnek nincs velünk baja, amíg a hitünket a templom falai között éljük meg, amikor kimegyünk a világba. Onnantól kezdve veszélyesek vagyunk a számára. Igen. De Isten azt akarja, hogy menjünk ki a világba, ne attól féljünk, hogy az ördög kinyír bennünket. Mert nem árt nekünk. Még ha kinyír, akkor se. De nem fog kinyírni. Hanem az fontos, hogy elmondjuk. Oda tovább adjuk azt, amit Isten nekünk ránk bízott, amit át kell adnunk. És hát ez a baj a házassággal is. Ami van, az is szétmegy. Mi mindig kapni akarunk. Aztán azt mondja, hogy sokasodjatok meg ott, és meg ne fogyatkozzatok. Fáradozzatok annak a város jólétén, ava fogságra küldtelek bennetek. Nemrégiben beszélek egy hívő testvérem, azt mondja, te nem gondolod, hogy a gyilkos, majdnem mondtam, kikért, majd én imádkozni fogok. Aztán másikkal beszélek, nem gondolod, hogy a kormányért majd én imádkozni fogom. Hát mondom, figyelj, azzal, hogy imádkozol, nem azt jelenti, hogy te azonosulsz vele, hanem kéred Istent, hogy avatkozzon bele az életükbe. Azt, amit csinálnak abba. Hát ezért fontos nekünk, hogy imádkozni a városunkért, a faluért, a vezetőinkért, kormányért, ellenzékért, hogy Isten avatkozzon bele, és az ő akarata legyen meg. Kérjük, könyörögjünk, hogy Uram, könyörülj meg ezen az országon. Könyörülj meg ezen az országon. Mikor lehetett látni az Ószövetségi könyvben, amikor volt egy hívő király, általa megáldatott a nép is. Csak egy ember. Uram, érd el a vezetők szívét. Nagyon fontos. És mi ne legyünk azok, hogy akkor most, mint itt az a hóhelyzet, hát meg olyan szomorúsággal töltötte. Ott van ez a hóhelyzet, és akkor mi is ott voltunk a fogságban, mert Bécsbe szállt le a repülőgép, és jövünk haza, semmit nem tudunk, mi nem kaptunk SMS semmit. Egyszer csak megáll az autónk, és azt hittük, hogy valami kis baleset van. És 12 óra hosszát dekkoltunk ott. Üzemanyag, nem is tankoltam, mondom, drága osztrák üzemanyaggal nem tankolok, majd az olcsóbb magyarra.
Hát aztán 20 percenként mertem csak bekapcsolni a kocsit, mert nem tudtam, hogy ebből 5 óra hossza lesz, 10 óra hossza, vagy 40 óra hossza lesz. Egyik falubélünk 40 óra hosszát várt. Míg kiszabadult, aztán úgy döntött, hogy akkor szántáson. Vámos szabadi fele. Kimenekül a hóból, a terepjárójával. És olyan szomorúsága töltött, este hazatelefonálok, hogy most már kiszabadultunk, és mondja a sógorom, hogy hát már mondjon le a kormány, már ez. Hát aki ott volt, láthatta, hogy mi volt ott. Azon ember úrrá nem tudott volna lenni. Hát így is lehet látni. És akkor már mondjon le, mert... Szóval nem értek vele egyet. Hogy ez, hogy még a hóból is politikai kérdést csinálunk. Ez valami szörnyű. Mondjuk azzal se, hogy itt aztán kivikszolták, hogy itt olyan segítség volt, mert mindenki, a kutya nem jött. Tehát azzal se értek, hogy a hóból meg hazugságot csinálunk. Egyszer intettem egy rendőrautónak, aki ott villogva ment, mikor meglátott, hogy integet, még beletaposott a gázban. Meg ne kelljen állni. Na, tehát ezzel sem értek együtt, hogy egy országot hazugságra és gyűlöletre nem lehet építeni, kedves barátaim. És ezért van ránk szükség hívőkre, hogy mondjuk el, éljük eléjük, némán is tegyünk bizonyságot az Úrról. És mi nem tehetjük meg azt, hogy ne könyörögjünk értük. Mert rajtunk múlik egy ország jóléte. Az életünkön várják Isten gyermekeinek megjelenését. Ez a világ, higgyétek el. Ez nagyon komoly dolog. Látom az életünkben. Bejön egy család, kikészülve meghalt a nagymama. Addig, amíg a nagymama élt, addig az természetes volt, mikor meghalt, addig ügyet se vetettek rá. Amikor meghalt, akkor, hát akkor ki vannak készülve, és akkor úgy kompenzálják a nagymama iránti szeretetüket, hogy egy jó nagy koszorút vesznek a temetésre. Meg aztán egy szép nagy síremléket csináltatnak neki. Addig szeressük az embertársainkat, amíg itt van mellettünk. És lehet, hogy a nagymama addig egy szál virágot nem kapott. De gyönyörű családi koszorú volt. 90 szál vörös rózsából. Hát ezt kell megértenünk, hogy adjunk hálát a testvéreinkért, a fele barátainkért, azokért, akik gyűlölnek bennünket. Hát nekem polgármesterként rengeteg ellenségem van. Rengeteg ellenségem van. Nagyon komoly helyzetben vagyok időnként. Azt figyeltem meg, hogy az ördög csinálja, hogy elindít valamit, és akkor egy nagy zuhatagot rám. És aztán békeidő van egy ideig. Akkor megint egy jó nagy zuhatag, és hát így élünk. De formáló, mert olyankor le tudok borulni. Nagyon jó az ima életem olyankor. Uram, könyörülj! Uram, áld meg az ellenségeimet! Őrizd meg őket! Mert hogyha csak azokat szeretjük, akik minket szerettünk, mit érünk el vele? Nekünk ezt a bűnnel terhelt, nem a világot kell szeretni, hanem a benne lévő embert. Mert rászorul a kegyelemre, az irgalomra, és Isten azt akarja, hogy mi vigyük el hozzájuk azt az örömhírt, amit már bennünket megérintett. És erre bátorítanék itt is mindenkit, hogy keressük először Isten országát, az ő igazságát, és ráadásul minden megadatik nékünk. Nem akarja Isten, hogy kenyérkéregető legyen az ő népe. Meg fog áldani bennünket, kirendelni mindennapi kenyerünket, ezt én annyiszor megtapasztaltam már. De azt akarja, hogy álljunk a helyünkre, őrállók vagyunk, sáfárok vagyunk, életek, emberek vannak ránk bízva. És talán még annyit befejezésül, hogy erre meg egy ember életébe került, hogy erre megtanítson Isten, hogy mi emberhalászok vagyunk. Fél évvel a megtérésem után kezemben meghalt egy asszony, egy rendezvényen. És ott voltunk, vagy 300-an, rajtam meg a nénén kívül 298-an, és megkérdeztem Istent. Akkor már fél éve volt kapcsolatom az Istennel, hogy hát Uram, hát miért? Miért pont az én kezemben? Hát másik 298 ember kezébe is meghalhatott volna ez az asszony, ha már meg kellett, hogy halljon. És megértettem, nem jó az a kérdés, kedves barátom, hogy miért? Hogy miért kapom ezt Isten? Mi célból? Mire akar ezzel Isten tanítani bennünket? Arra, hogy emberhalászok vagyunk. Egy ember életébe került, hogy megértsem. Lehetek egy jó polgármester, jó férj, családapa, bár jó lennék. De arra akar Isten tanítani bennünket, hogy emberhalászok legyünk. Arra akar Isten bennünket, mindannyiunkat, hogy mentsük meg az emberiséget. Akik a környezetünkben vannak, nem Isten azt akar, hogy te menjek Kínába evangelizálni, vagy Dél-Afrikába, vagy tudom is, hova, azt, hogy a környezetedbe. Ava Isten téged odaállított, helytálló, őrálló legyél, mert tudjuk, hogy az őrállónak mi a feladata. Ha jön a veszély, fújni a kürtöt,
elmondani, figyelmeztetni az embereket, és rengeteg veszély van ebbe a társadalomban. Meg sáfároknak is kell lenni, értékek, kincsek vannak rábízva, és a sáfárnak egyszer el kell számolni a rájuk bízottakkal. És nem mindegy az, hogy hogy állunk meg a gazda előtt, amikor számvetésre kell odaállnunk, hogy jó sáfárok voltunk-e, vagy gonosz sáfárok voltunk. Nagyon nagy a felelősségünk, és erre bátorítanék mindenkit, hogy vizsgálja meg ma magát. Akár itt, ez alkalom alatt is csendesüljünk most el, és hogyha úgy érzi, hogy rendezni valója van, akkor ne is menjen talán innen úgy el, hogy ne rendezze. És ha valaki akar, akkor szívesen beszélgetek vele, nem rohanok. Reggel lesz csak dolgom, soltot kert, hogy addig ráérek. De hajtsuk meg a fejünket, és kérjük az Urat, hogy beszéljen mindannyiunkhoz. Köszönjük neked, Urunk, hogy elcsendesülhettünk ezen az estén. Kérlek, Uram, hogy áldj meg bennünket, őrizd meg bennünket. Teted láthatóvá magadat a számunkra, és te mutasd meg a te terveidet velünk, mert te reményteljes jövőt adsz annak, aki belehelyez az életét a te kezedbe, Urunk. Ne engedd, hogy kompromisszumot kössünk a világgal. Most itt vagyunk húsvét előtt, Urunk, és olyan csodálatos volt megértenem azt, hogy amikor mi Jézust választottuk, akkor nem kiálthatjuk, hogy Barabás, hogy egy kicsit sem köthetünk szövetséget a bűnnel. Add Istenem, hogy az életünk is Jézus kiáltsa, és ne Barabást, Uram. Vizsgálj meg bennünket egyen-egyenként, és te igazíts meg bennünket. Te add, hogy hozzád térhessünk, vagy újra téged választhassunk. Látod, hogy sokan elkódorogtunk a te szárnyaid alól, Uram. Köszönjük, hogy hívogatsz bennünket, hogy azt akarod, hogy a te gyermekeid visszataláljanak hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy elcsendesülhetünk. Áldj meg bennünket. És könyörgünk, Urunk, ennek a településnek az ébredéséért. Áld meg a vezetőket, polgármestert, képviselőtestületet, intézményvezetőket. Áld meg a lelkipásztorokat, presbitereket, plébánosokat, előjárókat, Uram. De áld meg a falu minden egyes lakóját, Urunk. És azokat is, akik most itt vannak. Add Istenem, hogy helytálló keresztények legyünk, hogy úgy tudjunk élni és világítani ebbe a társadalomba, hogy akik bennünket látnak, azok lássanak meg téged. Drága nagy nevedért áldunk. Köszönjük neked, hogy összehoztál bennünket egy csendes órára. Nagy nevedért. Amen.